Először is szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttek. Ebből is látszik, hogy a környéket érdekli és Vésztyút érdekli a vasút. És ebből is látszik, hogy a kormány próbál szembe menni a magyar néppel, a magyar emberekkel, és így próbál véghez vinni vidékromboló törekvéseit. Augusztus végén szivárgott ki a hír, mely szerint több mint 2000 kilométernyi vasútvonalat próbálnak megszüntetni a több mint 7000 kilométernyiből. Ma már jóval többet terveznek, 3000 kilométernél is több vasútvonalat próbál megszüntetni a kormány. És milyennek a háttere? Meg kell nézni, milyennek a háttere. 70 milliárdnyit akarnak kivonni a közösségi közlekedésből a Világbanknak a javaslatára, hiszen amikor felvettük azt a 2500 milliárd forintnyi hitelt, amit a válságra való hivatkozással vett fel a magyar kormány, természetesen mindenféle legitimáció nélkül, akkor a Világbank és a Valutaalap kötelezte a magyar államot arra, hogy cserébe bizonyos intézkedéseket hozzon meg. Ilyen a vasúti vonalak felszámolása is, vagyis a 70 milliárd forint kivonása a közösségi közlekedésből. Ilyen ez a vidékromboló szándék is, amire egyértelműen mondhatjuk, láthatjuk, hogy ez az SZDSZ szellemisége, az 1%-os SZDSZ szellemisége. A Világbank szempontjából első ránézésre azonban nem sok értelme van ennek a dolognak. Mégis, ha kicsit mögé nézünk, akkor látjuk, hogy mi a valódi cél. 2010-től az Uniónak köszönhetően, idézőjelben mondom, hogy köszönhetően, a személyszállítási piacot, szintén idézőjelben, hiszen ez nem piac, ez közszolgáltatás, tehát a személyszállítási piacot is megnyitják az Unió parancsára. És a Világbankhoz közel álló külföldi cégek akarják átvenni azokat a szakaszokat, azokat a vonalakat, amelyek még gazdaságosan működtethetők. És a személyszállítás egyébként, mint közszolgáltatás, sehol a világon nem gazdaságos. Ez nem azért van, hogy ez üzlet legyen, itt nem a nyeresség számít, itt az számít, hogy a mi adóinkból, a mi érdekünkben szolgáltassa az állam azt a lehetőséget, hogy közlekedjünk a vasútvonalon, vasúton kereszt, vasútat felhasználva. Hiszen egyébként az Európai Uniónak is van ilyen irányvonala, hogy a vasútat kell támogatni, sem mondtam a más közlekedési módokat, hiszen környezetvédelmi szempontból és minden más szempontból ez a legmegfelelőbb. 2 éve szintén voltak ilyen tervei a kormánynak, hasonló célokból, akkor sajnos bezártak néhány vonalat, ott, ahol nem ütköztek ellenállásba, ahol nem tüntettek az emberek, ahol nem gyűjtöttek aláírásokat. A Jobbik 2007-ben is Szarvason, Nagyszénáson és Orosházán tüntetett. Idén Vésztyő mellett Szarvason tüntettünk már Mezőhegyesen, jövő héten pedig Orosházán próbálunk fellépni a kormány szándéka ellen. Fel kéne végre fogni már, hogy a politika és a gazdaság egyaránt az emberért van. Mint ahogy említettem korábban, és nem azért fizetjük az adóinkat, hogy cserébe ne kapjunk semmit, és hogy cserébe a veszteséges BKV vezetői 100 milliókkal távozzanak munkájuk után. Ez a vasútvonal túlélte még Gyurcsány Ferencet, sőt a kommunista időszakot is. Most azonban Bajnai Gordon kormánya alatt próbálják megszüntetni. Néhány évnyi gazdasági válságnak az oltárán, hamis oltárán próbálják felszámolni a vasutat. Ha kicsit az ő fejükkel gondolkozunk, akkor egyébként be kell zárni a BKV-t is, hiszen az is veszteséges. Akkor abba kell hagyni 60 éven felül egy gyógyítását, hiszen az se ír már meg, ha az ő fejükkel gondolkodunk. És a tűzoltóságot is nyugodtan fel lehet számolni, hiszen az emberek többsége, hála Istennek, nem szorul rá erre a szolgáltatásra. Sokan mondják, például Sólyom László is legutóbb Németországban, hogy a Jobbiknak nincs programja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Jobbiknak van programja, és van megoldása ezekre a problémákra. Lehetne itt hosszasan beszélni erről, de csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Meg kell tagadni a külföldi hitelek visszafizetését, vagy legalább át kell ütemezni azokat. 1974 óta többszörösét fizettük ki a felvett hiteleknek, és a felvett pénz többszöröse maradt meg további törlesztendő hitelnek. Az IMF és a Világbank mostani hitele mindössze 2 éves kamatterhet jelent, tehát ha ezek a szervezetek valóban segíteni akartak volna Magyarországon, akkor azt is megtehették volna, hogy 2 évig elengedik a kamatterhek fizetését, de ők többet akartak. Privatizálni a megmaradt vagyonunkat is. Ez a vasútbezárás is erről szól. Meg kell adóztatni a multikat. 6 év alatt 32 milliárdnyi pénz forintot vittek ki piacvesztésünk következtében az országból. Miközben a magyar termelők, a magyar vállalkozók a csőd szélén állnak.
Végig megállt kell parancsolni a mindent átható korrupciónak. Magyarországon ma a korrupció miatt minden kétszer annyiba kerül. Persze ezt minden párt elmondja a választások előtt főleg, de az a különbség, hogy mindannyian érintettek ebben, akik a parlamentben ülnek, és éppen ezért hitelesen csak is a Jobbik mondhatja azt, hiszen a Jobbiknak semmi köze nem volt ezekhez a privatizációs és korrupciós ügyetekhez. Most csak néhány pontot soroltam fel, de egyébként január 16-án minden ágazatot érintő programunk elkészül. Sokan mondták, akikkel találkoztam, gondolom Vésztőn is volt ilyen plegyka, hogy nincs értelme a tüntetésnek, és úgysem tudunk tenni semmit. Ezt a szellemiséget le kell győznünk. 2007 őszén is tüntettünk, a megye több részén tiltakoztak a hasvitasok és sztrájkoltak a szakszervezetek, és akkor bizony két évet nyertünk azzal, hogy határozottan kiálltunk céljaink érdekében. Ha ezt most is megtesszük, úgy, ahogy itt megteszik most önök, akkor jó esélyünk van arra, hogy továbbra is megmaradjon a vasútvonal. A vasút akkor biztosan nem marad meg, ha nem adunk hangot felháborodásunknak, ha nem tüntetünk, ha nem gyűjtünk aláírásokat, ha nem állunk ki magunkért. Ha továbbra sem áll el a kormány vidékromboló szándékától, akkor elmegyünk a törvényesség határáig, vagy még annál tovább is. Polgári engedetlenségi mozgalmat is hirdetünk, ha komolyan gondolják, és továbbra is ez a céljuk. Szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljöttek, és hogy kifejezik tiltakozásukat a szárnyvonalak felszámolása ellen. Biztos vagyok benne, hogy a döntéshozók meghallották ma a hangunkat, reméljük, hogy figyelembe is veszik azt, hogy mit akarnak a vésztőiek. Köszönöm szépen!